Először is akkor szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon megörültem, amikor, és köszöntök természetesen én is mindenkit, nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy Borbély Szilárdnak a regényét beválogatták az idei emelt szintű érettségi tételek közé, ugyanis ez a regény elég sok szállal kapcsolódik hozzám. Hogyha egyet kellene kiemelnem, akkor az talán a következő, hogy én amikor még az alapképzést végeztem, az akkor még főiskolán, akkor ebből a regényből csináltam egy TDK dolgozatot, úgyhogy már ott mélyebben sikerült vele megismerkednem, és hát azóta valahogy, nem tudom, mindig így elém kerül a regény többféle dolog kapcsán, úgyhogy már néhányszor volt alkalmam olvasni, és hát talán egy jó regénynek az is az ismérve, hogy minél többször újraolvassa az ember, annál többször mindig tud benne találni valamilyen rejtett jelentéstartalmat, amit egészen odáig nem vett észre. Tehát a jó regények azok általában mindig rejtegetnek valamit, és mindig képesek újra felfedni valami újdonságot, ami megfogja az olvasót, és amiről aztán tud gondolkodni, vagy adott esetben tud róla beszélni. Én készítettem egy diasort, és inkább egy ilyen elméleti előadás jellege lesz ennek az alkalomnak. Viszont aki ismer, azt tudja, hogy mindig el szoktam mondani, hogy akármikor nyugodtan lehet kérdezni, hogyha valami nem egészen érthető, vagy hogyha van olyan gondolat, amely felkeltette az érdeklődéseteket, az érdeklődésüket, akkor nyugodtan közbe lehet kérdezni, és akkor azt, hogyha módom van áll, akkor igyekszem megválaszolni, és nem szeretném, hogyha akárkiben is maradnának bizonyos hiányérzetek. Úgyhogy nyugodtan csinálhatunk egy ilyen interaktívabb jellegű dolgot is ebből az egészből, ez majd kiderül, illetve elrejtettem a dia sorban néhány kérdést, amit majd felétek szeretnék intézni, úgyhogy lesz majd egy kis ilyen közös gondolkodás is, de ez majd kiderül az adott diánál. Úgy gondoltam, hogy mielőtt konkrétan a regényről elkezdek beszélni, azelőtt megnéznénk azt, hogy melyek azok a sajátosságok, amelyek a modern, illetve a posztmodern prózát vagy epikát jellemzik a magyar irodalomban. Ez szerintem azért lehet nagy segítség, mert ad egy-két ilyen mankót, hogy hogyan is kell ezekhez a szövegekhez viszonyulni, hogyan is kell ezekhez a szövegekhez odafordulni. Hát semmiképpen sem úgy, mint mondjuk egy ilyen 19. századi vagy 20. század elejé epikához. Tehát ezek a szövegek másabb fajta beállítódás, másabb fajta olvasói megközelítést igényelnek. Hát szokták mondani azt, hogy a posztmodern epikában nincsenek már meg ezek a nagy egészek, nincsenek már meg ezek a nagyévű történetvezetések, nem a cselekmény ezeknek a szövegeknek a központi jellemzője. Tehát, hogyha valamilyen jelentést akarunk keresni, akár a Nincstelenek című regényben, akkor nem feltétlenül a cselekmény mentén kell elindulnunk, mert nem biztos, hogy ez jó útra fog minket vezetni, illetve ezek az elbeszélések nagyon gyakran töredékes szerkezetűek, valamikor cselekmény szinte nincs is, háttérbe szorul teljes egészében, és maga a mozaikszerűség lesz, ami a szöveg kapcsán lényeges jelentéseket fog hordozni, és ebből a mozaikszerűségből fog majd kirajzolódni valami, ami alapján a jelentést meg tudja az olvasó saját magában konstruálni. Szakirodalmak írják, illetve sokan különbséget tesznek kettő fogalom között. Az egyik ilyen fogalom az a metonimikus epikai struktúra nevet viseli. A klasszikus 19. századi regényeket szokták ezzel a kifejezéssel illetni. Ugye említettem már itt a cselekményességet, hát ezek a regények tipikusan ilyen cselekményes regények. A történéseket a szereplőknek a cselekedetei viszik előre, és ezekből a cselekedetekből nagyon sok esetben tudunk következtetni az adott szereplőknek a jellemvonásaira. Ebben a regénytípusban mindig jelen van valamilyen ok és okozat, valamilyen cselekvés, mint ok, és valamilyen jellemfejlődés, mint okozat, vagy éppen valamilyen jellem, mint ok, és ebből kifolyólag valamilyen cselekvés, mint okozat. Tehát ezek a struktúrák vezérlik
ezzel regényeket, viszont a 20. század első felében már megjelenik az úgynevezett metaforikus epikai struktúra, amikor a cselekményesség háttérbe szorul, és különböző metaforikus elemek veszik át a vezérfonalat, és ezek a metaforikus elemek lesznek a jelentésnek a legfőbb hordozói. Például az ismétlés nagyon sokszor ilyen kategória, itt a nincstelenekben is fogjuk látni, hogy vannak bizonyos motívumok, amelyek ismétlődnek, és ezek a motívumok fogják aztán föltárni a jelentést. Hát ezek az olvasó túl azért, mint említettem, egy másabb fajta odafordulást igényelnek, tehát hozzá kell szokni ezeknek a szövegeknek az olvasásához, és akkor egy idő után, mondjuk, hogyha valaki elolvas, nem tudom, 2, 3, 4 ilyen regényt, akkor egy idő után rá fog erre érezni, hogy mik azok a motivumok, amiket keresni kell, mik azok, amikre oda kell figyelni. A tér és időszerkezet szinte mindig jelentéssel telítődik meg ezeknél a regényeknél. Nagyon sokszor láthatjuk azt, hogyha szűkösek a terek, kevés lehetőséget biztosítanak a terek, akkor az valamilyen jelentést fog kapni, például Mészöly Miklós nagymestere ennek a Saulus című regényében, vagy az Atléta halála című regényében a tereknek óriási jelentősége van, de ugyanígy az időszerkezet is metaforikussá tud válni. Megkülönböztetünk külső időt, belső időt, a külső idő az valami, ami objektív és mérhető, a belső idő az pedig mindenkinél egyedi, és mindenki máshogy éli meg egy-egy intervallumát, szóval ezek nagyon-nagyon erőteljesen jelentésképző szerkezetek lesznek. Aztán itt az ilyen regényekben nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett hősökről, eltűnnek ezek a hősök, és hétköznapi emberek vannak előttünk, akik hétköznapi problémákkal küzdenek, olyan problémákkal, amelyek mindannyiunkat érintenek. Jó, de ami a legnagyobb lényege, hogy egy ilyen típusú szöveg tényleg egy ilyen másabb fajta odafordulást igényel meg az olvasótól, vagy a befogadótól. És akkor elkezdek valamelyest rátérni a regényre, de még mindig nem vágok bele a közepébe. Olvasható itt a fülszövegében a borítónak, hogy ez a könyv egy életrajzi alapú, tehát korlátozott fikció. Hát úgy gondolom, hogy erről a korlátozott fikció fogalomról is érdemes egy picit elgondolkodni. Hogy mi ez számomra, ez volt kérdés, és eddig nem is igazán figyeltem föl rá, de most, ahogy olvastam újra, tehát, hogy mi ez a fogalom, hogy korlátozott fikció, hogy ez kicsit egy ilyen, nem tudom, egy ilyen oximoron, vagy egy ilyen paradox dolog, hogy egy fikció és hogy korlátozott, mert egy fikciónak éppen az lenne a jellemzője, tehát hogy a fő jellemvonása, hogy nem ismer határokat, és hát próbáltam itt kifejteni a diánt, hogy számos olyan elem fordul elő a regényben, ami a tényleges valósággal kapcsolatot mutathat, vagy kapcsolatot mutat. Ilyen például a Málinak a karaktere, a különböző helyszínek megvannak, aztán említi az elbeszélő a regényben, hogy a Garda név az nagyon sok helyütt előfordul a faluban, és hogy a falu lakosainak a nem tudom, több mint a fele az tulajdonképpen ezen a néven él. És hát a temetőben tényleg túlnyomó részt ezeket a neveket találni meg. Jó, tehát van néhány olyan elem, ami a valóságnak megfeleltethető, viszont nagyon sok olyan dologgal is találkozhatunk, és hát mivel mégiscsak egy fikcióról van szó, ezért a regénynek a többsége olyan rész, amikor elvonatkoztathatunk ettől a valóságtól, például az eltúlzott jellemzésekben, a családi viszonyokban találkozhatunk ilyenekkel. Találtam egy cikket még a Megboldogult Népszabadság online felületén, amikor is 2015-ben Borbély Szilárdnak az egyéves halálára emlékeztek, és az egyik újságíró ellátogatott Borbély Szilárdnak a szülőfalujába, és megpróbálta felkeresni azokat a helyszíneket, amelyek a nincstelenben is megjelennek, és hát találkozott nagyon sokféle emberről ott a faluban, és én kiemeltem Antal bácsit, és hoztam ebből a cikkből egy részletet. Megismerkedem egy 60 körüli férfival, Antal bácsival, akiről kiderül, hogy költő, és eddig összesen 21 kiló verset írt. Ezt onnét tudja, hogy lemérte. Nekem ez az Antal bácsi, ez tipikusan tehát, hogyha valaki már olvasta a szöveget, akkor nagyon erőteljesen hozzákapcsolható azokhoz a karakterekhez, akik ebben a szövegben megjelennek, és akkor még tovább is van ez a részlet.
Úgy építettem fel egyébként az előadást, hogy mondok valamit az anyáról, az apáról, a térszerkezetről, és aztán utána mindig megpróbálom az én mondani valóimat alátámasztani egy-egy szövegrészlettel. Próbáltam úgy megválogatni ezeket a szövegrészleteket, hogy a műnek az egészét lefedjék nagyjából, tehát a stílusa is átjöjjön. Hát lesznek benne olyan szavak, olyan kifejezések, ugye tele van ezekkel az egész regény, amiket talán így ilyen társalgási diskurzusban nem igazán használunk, de hát ettől most tekintsünk el, szóval lesznek benne nagyon naturális, meg egyesek számára megbotránkoztató elemek, de hát nem tudunk mit tenni, mert a regénytől nem tudunk elvonatkoztatni. Amikor megkérem, hogy mondjon egy jól sikerült saját verset, rám nevet, lefingalok, te fingalok. Nézek rá, hogy ezt most miért mondja, mire hozzáteszi, ez az egyik versemből van. Később megmutatja a szobrait, mert hogy farag is, méghozzá fából. Az egyik szobrának két feje van. Kérdem tőle, hogy miért is, mire azt mondja. Az egyik az időskori arca, a másik a gyerekkori. Amúgy a 60-as években ismerte Borbély Szilárdot, elhúzódó, magányos gyerekként emlékszik rá. Antal bácsi olvasta a Nincsteleneket, és nem érti, hogy miért szerepel benne Szilárd nővére, hiszen nem is volt nővére, csak egy bátyja volt. Antal bácsi azt sem érti, hogy Szilárd miért írja, hogy részeges volt az apja. Én ismertem az apját, Miksa bácsit, jó ember volt, nagyon sokat dolgozott és nem is ivott. Nem értem, miért írja Szilárd, hogy részeges volt az apja, nem értem. Úgyhogy ezt azért hoztam, mert ezt a részletet, mert nagyon sokszor találkozhatunk a való életben is azzal, vagy hogyha olvasunk valamilyen internetes portált, és mondjuk egy film erről van szó, ami valamilyen mértékben a valóságot reprezentálja, tehát nagyon sokan nem értik azt, hogy miért nem úgy szerepel a filmben ez a dolog, ahogy a valóságban történt. És akkor hát azt lehetne mondani, hogy azért, mert hiába van úgy kikiáltva ez a regény is például, hogy nagyon erőteljesen kötődik a valósághoz, akár csak a szociográfikus jellege miatt, vagy akár csak azért, mert tényleg félig meddig egy ilyen életrajz ikletésű, de mégiscsak egy fikció, tehát minden műalkotásról úgy beszélünk, mint egy fikció. A műalkotás világa az nem feleltethető meg a valóságnak, a műalkotás világa az csupán egy esztétikai valóság, és a műalkotás világa soha nem feleltethető meg, soha nem egyezik meg a valósággal. Tehát azért gondoltam ezt fontosnak, ezt a kis bevezetést, mert tényleg a helyén kell kezelni, hogy nem szabad úgy tekintenünk rá, mint hogyha valamilyen életrajzi szöveget olvasnánk. Nem, ez egy különálló esztétikai produktum, aminek természetesen vannak valóság alapjai. A Spiró György mondta egyszer egy beszélgetésen, hogy kettőfajta író van. Van az én író az mindig felhasználja azokat a benyomásokat, meg a világnak azokat a részleteit, meg azokat a saját személyes tapasztalatokat, amelyek érintik őt az évek folyamán, és egyszerűen nem tud másból kiindulni, csak saját magából, illetve hát van a színészíró, Spiró ilyen színészírónak definiálta magát, aki pedig mindig abban leli az élvezetet, hogy bele tud helyezkedni másoknak a bőrébe, és akkor az az élvezet számára, hogy ilyen formában tud más karaktereket megalkotni. Hoztam egy képet szerzőről és szövegről. Hát Borbély Szilárdnak ez egy ilyen kicsit ilyen lezserebb képe. Nem tudom pontosan, ez már a 2010-es évek után készült, és ugye, mint látható, a Nincsteleneknek az első kiadása itt például ez. Na és akkor kezdjünk el konkrétan belemászni a szövegbe. Most lenne felétek egy kérdésem, hogyha elgondolkodtak azon, hogy a Nincstelenek, mint cím, milyen jelentésekre próbálhat utalni, akkor mely dolgok fognak az eszetekbe jutni. Jó, erre egy ilyen 15 másodpercet kaptok most, hogy átgondoljátok. Tényleg csak egy ilyen, nem tudom, gyors ilyen zsigerből jövő választ, néhányat várnék. Nem tudom, esetleg valaki olvastál már a szöveget. Jó. Könnyebb dolguk van azoknak, akik olvasták, de akik nem olvasták, ők is tippelhetnek. Na és akkor várom a válaszokat, ki szeretné megpróbálni. Hogyha ezt mondom, hogy Nincstelenek, regényre nem is kell gondolni, akkor mi az, amilyen dolgok eszünkbe fognak jutni.
Elárulom. Jó, tehát én kettő felé szedtem, két részre bontottam ezt a kategóriát. Egyrészt ugye gondolhatunk arra a nincstelenekről, hogy az úgynevezett anyagi egzisztenciának a teljes hiányát takarja ez a kifejezés. Tehát a pénztelenséget, a kilátástalanságot, tehát mindenféle ilyen anyagi vonzatú dolgot, amiről el tudunk gondolkodni. Illetve ami még talán fontosabb, és ez egy ilyen másodlagos jelentésség, az pedig a szellemi egzisztenciának a teljes hiánya. Tehát nagyon fontos a szövegben az identitásnak a kérdésköre, az identitásnak a hiánya. Van ezeknek a szereplőknek kiforrott identitásuk, hogyha van, akkor milyen, hogyha nincs, akkor miért nincs, meg miért nem tud ez összeállni, miért nem tud megkonstruálódni. Aztán a gondolkodásnak a hiánya például, hogy miért nem tudnak mérhatóan gondolkodni ezek a szereplők, a szabadságnak a megléte, vagy a szabadságnak a hiánya, az álmoknak a hiánya, a különféle létlehetőségeknek, a különféle választásoknak a hiánya, és szerintem lehetne ezt még sorolni bőven, de én itt megálltam, tehát hogy lehet érezni, hogy nagyon-nagyon sok rétű ez a cím, és hát egy jó szövegnek többek között ez is a jellemzője, vagy a jellemvonása, hogy a cím az nagyon sokszor teli találat, és például az Ottliknál, az iskola határomban is, ugye tipikusan ezt szokták példának említeni, hogy ott is a cím egyrészt van egy ilyen denotatív funkciója, hogy maga a kőszegi arra áll, ami ott a határon elterülő iskolára utal, viszont van egy ilyen másodlagos jelentése is, legalább egy, de sokkal több, hogy a gyermekkor és a felnőtté válásnak a határa. Jó, tehát, és itt is látható, hogy a cím az nagyon sokfajta töbletet takarhat, hogy nagyon sokfajta töbletet felfedhet számunkra, illetve hát van ennek a regénynek egy alcíme is, ez a Már elment a mesiás kérdés, amely abból a szempontból fontos, hogy kijelöl számunkra egy fontos értelmezési tartományt, ugyanis ezzel a mesiásnak a motívumával behoz egy újfajta értelmezési lehetőséget, és hogyha elolvassuk ezt az alcímet, akkor már eleve úgy fogunk leülni a szöveg elé, és eleve úgy fogunk róla gondolkodni, hogy sokkal jobban oda fogunk figyelni azokra a motívumokra, amelyek esetleg a keresztény kultúrkörből táplálkoznak, illetve azokra a motívumokra, ahol a messiás, mint figura megjelenik. Erről majd még fogok beszélni a későbbiekben. De a regény stílusa az meglehetősen minimalista, olyan értelemben, hogy egyszerű, kijelentő mondatokkal dolgozik, tehát egy ilyen grammatikai minimalizmus is jellemzi, illetve a megszokott trópusokkal nem találkozhatunk itt a regény kapcsán, nincsenek túl burjánzva a szóképek, szóval ilyen értelemben gondolom azt, hogy minimalista. Megjelenik egyfajta gyermeki hang a narrációban. Itt föltettem a kérdést, hogy valóban gyermeki-e ez a hang. A kritikusok nagyon sokszor ezt szokták a regény gyenge pontjaként emlegetni, hogy az elbeszélő nem tartja mindvégig ezt a gyermeki hangot, hanem nagyon-nagyon sokszor már-már úgy tűnik, mintha egy felnőtt beszélne, hiszen olyan mondatokat olvashatunk a gyerek elbeszélőnek a szájából, amiket egy gyerek nem mond ki. Ugyanakkor ez egy saját vélemény, tehát hogy ezt én annyira nem érzem ki, hogyha nem figyelek rá oda teljes mértékkel, mert annyira el tud vinni a szöveg, hogy szerintem, hogyha ez hibája is, én úgy gondolom, hogy ez nem el, tehát hogy első, tehát hogy el, hogy mondjam, tehát hogy ez nem olyan hiba, ami miatt el kéne marasztalnunk a szöveget, de hát biztos valakiket ez nyilván, tehát hogy zavar, én nem vagyok ilyen, tehát hogy nekem a szöveg tartalma az elviszi ezeket a kis döccenőket, amik vannak benne. Egyébként a Kollár Árpád nevezetű költővel
beszélgettünk arról, hogy például neki is az első verses kötet, első verses kötetei közül az egyik, a Milyen madár című, az gyermekverseket tartalmaz, és hogy például őt is ezért marasztalták el nagyon sokan, mert hogy ezt a gyermeki hangot nem bírja végigvinni, egyébként nem is akarta, és szerintem így nagyszerű, hogy nem akarta végigvinni, és ez adja neki az igazi töbletet. Aztán puritán is, és kegyetlen a szöveg, nagyon sok olyan ábrázolással találkozunk, ami ezt tényleg gyomor kell sok esetben. Tehát szerintem sok olyan ember is van, aki nem feltétlenül bírja ezt végigolvasni, ez személyiségfüggő és karakterfüggő. Tényleg iszonyatosan naturalisztikusan ábrázolja a paraszti falusi életnek a mindennapiságát, a kegyetlenségeit, az embereknek a legsötétebb árnyoldalát, szóval tényleg kell hozzá egy lelkivilág, hogy el tudja az ember olvasni, és hát mint említettem, nagyon sok a naturalista leírás. És akkor itt hozok egy példát. Anyám meg azt mondja nekem, hogy szeressem, mert a testvérem a gólya hozta. Itt az elbeszélő a kistestvéréről beszél. De miért pont ide? Kérdem, itt már vagyunk elegen. Vitte volna odébb, ahol még nincs gyerek. Ott biztos örülnének neki. Mert ezt nekünk küldték az angyalok, mondja anyám. Nem értem, mi köze ehhez az angyaloknak. Ha a gólya hozza a puját, azt mondják, hogy a gólya hozza őket, de ez az egész nem igaz, ezt már Ottó is mondta. A macskakölyköket se a gólya hozza, hanem a kandúr megbassza a szukamacskát, és ebből vannak a kölykök. Tehát rengeteg ilyen rész van benne, amikor van valamilyen gondolat, ami egyébként egy ilyen szakrálisabb, fenköltebb gondolat lenne, mint például itt ez a gólya általi gyerekhozás, vagy az angyal motivumának a bekapcsolása, és akkor ezeket a fenkölt gondolatokat sohasem engedi meg kibontakozni az elbeszélő, hanem ezekkel a puritán megnyilvánulásokkal mindig visszahúzza a földre is, és mindig játszik ezzel a kettősséggel. Aztán nézzük meg a narrációt. Itt a jelen idő dominál mindvégig. Szerintem az azért nagyon fontos, mert ezáltal az elbeszélő sokkal közelebb tudja hozni mi hozzánk a szenvedést és azt a kilátástalanságot, ami a lapoknak a hasábjai jelen van. Viszont ez a jelen idő nagyon sokszor meg van szakítva múltidővel is. Ilyen szempontból a grammatikai szerkesztésmód viszonylag lazának tekinthető. Illetve egy alapvető kettősséggel találkozhatunk a narráció kapcsán. Van egyfajta naivitás az elbeszélőben, illetve van egyfajta mélység és egyfajta komoly odafordulás is. És hát ez ugye a naivitás az a gyermeki elbeszélőhöz abszolút hozzá kapcsolható, viszont ez a mélység és ez a komoly odafordulás, ez pedig nem, és mint említettem, a kritikáknak az egyik alapja ez szokott lenni. Illetve hát ami még kettősség, hogy a mindennapi élethelyzetek és az emlékezés struktúráják alkotják a szövegnek a fő sodorvonalát. A nővéremnek mindig taknyos az orra, szipog, a kézfejével törli. Mindenen elbőgi magát, 5 év van közöttünk. Az 5-öt nem lehet osztani, az csak magával osztható. Ilyen szomorúság van köztünk. Egyedül kell viselnie. A nővérem mindig szalagot kér anyámtól, hogy szép legyen. És akkor itt hoztam még néhány példát, tehát hogyha mondjuk a grammatikáját támadják, akkor itt ki van emelve, hogy ez az egyedül kell viselnie, tehát hogy valóban meg lehetett volna ezt oldani jobban is, tehát hogy ilyenekre gondolok, amikor, illetve ilyenekre gondolnak a kritikusok, amikor támadják a grammatikát, illetve hogyha a gyermeki hang ellenében egy ilyen fenköltebb dologra keresünk példát, akkor pedig a temetések utolsó ének a kétségbe esett ordítás inkább, a szűkülő félelem hallatszik ki a végső búcsúból, hát, tehát hogy ilyet valóban nem mond egy gyerek, de mondom, tehát hogy számomra a szöveg az elviszi ezeket, tehát nem figyelek rájuk oda. Jó, térszerkezet. Hát, mint említettem, hogy itt a tereknek metaforikus jelentésük lesz. Találkozhatunk konkrét terekkel a szövegben, viszont nagyon érdekes, hogy maga a falu, ahol az elbeszélő felnő, az nincsen megnevezve. Tehát mindig csak ilyen utalások vannak a környező településekre,
Számos ilyen van, nem is gyűjtöttem ki most az összeset, de néhány, amely többször is előfordult, például Berek, Szatmár, Erdélyt is nagyon sokszor említik, Nagybánya, Máramaros-sziget, Zajta, Kisvárda, Kölcse, Lázári, illetve hát vannak ilyen szöveghelyek, hogy a közeli Jánkivásár, a tüzes szatmári pálinka, tehát hogy nagyjából el tudjuk helyezni a területet, hogy valahol ott a Szatmár környékén vagyunk, és aki a kezébe veszi a könyvet és a fülszöveget megnézi, akkor ott van egy ilyen GPS koordináta, és ez rámutat majd a szülőfalura, ez a Túrice nevezetű falu, ahol Borbély Szilárd megszületett és életének az első szakaszát eltöltötte. Jó, tehát vannak ilyen konkrét terek, viszont vannak metaforikus terek is, amikről kicsit mélyebben el kell gondolkodnunk, amiknek a jelentését akkor tudjuk felfedni és feltérképezni, hogyha kicsit a szavak mögé nézünk. Ilyen metaforikus tér például a kocsma mindenképpen. Ugye a kocsma az egy falu életében azért elég fontos szerepet játszik, nincs ez másként ebben a regényben sem. A kocsma az tulajdonképpen egy ilyen szerveződési tér, ez szervezi a falusiaknak az életét, a férfiak ott kezdik a napot, és ott is zárják a kocsmában, és ezért is írtam, hogy ez a férfiaknak az alfája és az omegája. Tulajdonképpen itt beszélik meg azokat a dolgokat, amelyek érintik a kis közösségüknek az életét, meg a személyes dolgaikat is kibeszélik. Természetesen van ennek egy árnyoldala is, de az egyik szöveghely rámutat arra, hogy a kocsmáros az igazából egy besúgó. Ugye itt az előző rendszerben 89 előtt járunk jóval, valamikor a 60-as éveknek a második felében, tehát hogy nagyban mennek ezek a dolgok. Úgyhogy a kocsma ilyen szempontból nagyon fontos tér. Aztán többször említik a rámpát, ez pedig egyfajta belépési pont a faluba, tehát hogyha valaki ellátogat a faluba, akkor mindig a rámpa felül fog megérkezni. Ez ebből a szempontból fontos, mint hogyha valamilyen beavatás lenne ez a rámpa. És hát azt is sokszor olvashatjuk, hogy a rámpán mindig áll valaki, tehát hogy a rámpa sohasem magányosan van, ott mindig valaki figyel. Tehát hogy a faluban nincs olyan ugye eleve, hogy ne tudnának az emberek valamiről, ott annyira összetett, meg annyira összenőtt ez a kis közösség, hogy folyamatosan figyelik egymásnak az életét, és nincs olyan, hogy valaki ne tudna valamiről, és hát ez a rámpa ennek is az egyik ilyen jellegzetes pontja, hogy ott valaki mindig figyel. Aztán metaforikus térként emeltem én még itt ki a képzeletet. Ugye a képzelet az pedig már az embernek egy ilyen személyes belső tere, majd itt a regényben a történeti emlékezetnek a tere. Ugye nagyon sokszor találkozhatunk különböző emlékleírásokkal itt a származások kapcsán, meg az identitás konstruálódás kapcsán, amik mind a képzeletnek a belső tereiben fognak megtörténni. És hát ami nagyon fontos, hogy a parasztok úgy vannak leírva a regényben, mint akiknek nincsen ilyen képzeletük, akik földhöz ragadtak. Jó, tehát itt most a parasztokat nem úgy kell, tehát hogy egy ilyen sajátos kategóriát képeznek a parasztok a regényben, nem úgy kell venni, mint hogyha az egész parasztság, akik földműveléssel foglalkoznak, egy ilyen negatív színben lenne feltüntetve, nem, hogy itt Túrcsén a parasztok egy ilyen összefoglaló elnevezése azoknak az embereknek, akik földhöz ragadtak, akiknek nincsen képzeletük, akik nem tudnak és nem is akarnak kitörni, akik determinálva vannak ott a faluban. Úgy tehát a terek azok mindenféleképpen adnak valamilyen keretet az életnek, és hát érdekes azon is elgondolkodnunk, hogy ugye egy faluban vagyunk, vidéken, hogyha mondjuk egy 19. századi szöveget olvasnánk, akkor nyilván egy ilyen sokkal másabb fajta hangvétel jelenne meg, akkor előtérbe kerülne itt a terek kapcsán esetlegesen a szabadság, a könnyedség, a lehetőségeknek a végtelensége, és itt ehelyett azt látjuk, hogy egy óriási térben vagyunk a természetnek a közepén, és mégis olyan, mintha ez a tér, a falunak a tere bezártságban tartaná az egyént, hogy bezártságban tartana minket. Nagyon fontos. A búzaföldön keresztül keskeny ösvény vezetett, amelyet minden évben kitapostak. A lábak, amelyek erre elmentek, ezt a nyomot követik. Senki se lép máshová, csak az előző lábnyomába. Ha többen vágnak át a vetésen, akkor libasorban mennek, pedig kényelmesebb volna egymás mellett.
de senki nem tér le a kitaposott ösvényről, ez a rend. A mezőn sem szabad keresztbe kasba mászkálni, mert ott minden talpalatnyi földnek tulajdonosa van. Még mindig így gondolják az emberek. A járt utat a járatlanért el ne hagyd, mondogatta Máli, mert mindig mindent ugyanúgy kell csinálni, ugyanazokkal a mozdulatokkal, még ha nincs is értelme. Itt egyébként mindig azt jelzem, hogy melyik oldalszámról vettem az alábbi szöveget. Jó, tehát itt is azt tapasztalhatjuk ebből a szövegrészből, hogy mennyire megvan mindennek a rendezettsége ebben a faluban, és hogy még a tereknek is megvan a maguk funkciója, és hogyha ezek a terek más funkciót nyernek, hát az elképzelhetetlen a falusiak számára, elgondolhatatlan. A regény időszerkezete egyáltalán nem lineáris, apró mozaikokból épül föl a szövegnek az egésze, és tehát nincsen kronológia sem benne, nem egyenesen haladunk előre az időben, hanem maga az emlékezés szervezi inkább ezt az egész időszerkezetet, a narrátornak a visszagondolásai abszolút nem található benne semmiféle logika, de nagyon szépen meg van szerveződve ez az időszerkezet a narrátor és az elbeszélő tudata által. És hát ami még fontos az időszerkezettel kapcsolatban, hogy bizonyos motivumok mindig vissza fognak térni, amelyek ismétlődnek, és amelyek a szerveződés szempontjából szintén jelentékenyek. Sokszor a kontextusból tudunk következtetni az időre, itt is megemlítenek bizonyos történéseket, amelyek által be tudjuk határolni, hogy nagyjából mikor lehetünk, például 23 évvel ezelőtt ért véget a háború, 1944-ben vitték el Mózsiékat, 1973-ban halt meg Frici, ez a Frici a családnak a nagybátyja, nem, illetve a család nagyapjának a testvére, akik kiköltöztek Kanadába, és egyébként 1973-ban történik meg az elköltözés, tehát a regénynek a végén van egy ilyen feloldódás, vagy feloldás azáltal, hogy a család az kiemelődik majd ebből a közegből, és aztán átköltöznek egy másik közegbe, és ezt az egész emlékezetet, ez ugye ott marad abban a faluban. Illetve hát itt említettem, hogy a belső és a belső szubjektív idő az óriási fontossággal bír, akár a narrátor elbeszélő szempontjából is. És akkor nézzük a parasztokat. Mint már említettem, az abszolút földhöz ragadtság jellemzi őket, a sorsuk az teljes mértékben determinált, tehát teljes mértékben meg van határozva bizonyos tényezőktől. Konkrétan találkozni ilyen szöveghelyel, hogy egy hajszálnyi előnyért anyjukat, apjukat eladnák. Rájuk nagyon nagy mértékben jellemző az, hogy igénytelenek, nem figyelnek oda a környezetükre, koszban, mocsokban élnek, nagyon erőteljesen jellemzi őket az unalom, nagyon sokszor nem tudnak magukkal mit kezdeni. Az anya leírás, tehát az anya elmondása szerint, hogyha dolgoznak, azt se csinálják lelkesedéssel, mindent lassan csinálnak. És ami a legfontosabb velük kapcsolatban, hogy nincsenek álmaik, tehát ők egyáltalán nem gondolkodnak olyanon, hogy innen esetleg ki tudnának törni, vagy el tudnának menni. Nekik ez abszolút természetes, hogy itt vannak ebben a térben, és itt is fogják leélni az egész életüket, és ez nekik természetes, és nem is kell nekik ezen elgondolkodniuk. És hát ami még, vannak ilyen nagyon kegyetlen részek, amikor a gyermekeiket a saját személyiségükhöz próbálják idomítani, nem viselik el azt, hogyha a gyerekük egy picit is más, és hogyha picit is más, hogy gondolkodik, hogyha nem azt a beszédmódot folytatja, amit ők, ezért például rendszeresen káromkodni tanítják a kis 3-4 éves gyerekeket is már, és azon röhög az egész falu, ez egy ilyen program, hogy melyik gyerek mennyire különféle szitokszavakat ismer, és milyen színesen tud káromkodni. És ami lényeges, hogy az elbeszélőnek az anyja lesz az, aki a legkevésbé tud azonosulni a parasztokkal. A parasztokról tulajdonképpen az ő monológiaiból tudhatunk meg leírást, meg információkat, mert mindig az anya lesz az, aki szidja a parasztokat, és aki felállít egy ilyen kategóriát, és ettől nem tér el. És hozok néhány ilyen leírást, ezek mind az anya szájából vannak, akik itt születtek, nem akarnak máshová menni, nem gondolják, hogy lehetne máshol élni, máshol alapítani családot, máshol építeni házat, távol a folyótól, ahol nem kell minden tavasszal félni az áradástól.
A parasztok így gondolkodnak, de mi nem vagyunk parasztok, mi nem vagyunk olyanok, mint ezek. Ha az egyik paraszt kihányja az ételt, a másik azonnal befalja, nehogy kárba menjen, mondja anyám. Ezek itt mind parasztok, nem tudnak pazarolni, ahogy álmodni se tudnak. Ha észreveszik, hogy valamelyik puja álmodik, azt addig nem hagyják aludni, amíg le nem szokik róla. A nagyok elszokták titkolni, de úgy is kiderül. Azt is addig gyötrik, amíg kifaszol. A nagyok titkolják, de a gyerekek még óvatlanul el is beszélik. A parasztok azonnal tudják, mi a dolguk. Van egy ilyen leírás is a könyvben, hogy a parasztok úgy űzik el a gyermeküktől az álmot, hogy egy ilyen macskát vernek mellette. Tehát ez egy ilyen legenda, az anyák mesélik a gyerekeiknek, hogy egy macskát vernek agyon mellettük, miközben álmodnak, és ezzel próbálják kiűzni a gyerekekből az álmodást. A parasztok ott halnak meg, ahová születtek, nem tudnak semmit igazságról és szeretetről, olyanok, mint a növények, ez szerintem egy ilyen nagyon találó hasonló metafora, nem tudnak magukkal mit kezdeni. Ha túlélik a telet, tavasszal kihajtanak, ősszel begubóznak, télen alszanak. Szeretik a büdöset, mert ott meleg van. Inkább megfulladnak a füsttől, de nem nyitnak ajtót senkinek. Nem dobják ki a szalonnát, ha megavasodott, akkor sem, ha megköpte a légy. Akkor sem, ha már kikeltek benne a kukacok. Előveszik a bicskájukat és katonákat vágnak belőle. Ez is hús, mondják, bolondok lennénk kidobni. Aztán a másik fontos kategória azok a zsidók lesznek, akik megjelennek itt a regényben. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a zsidók az anya felfogásában a parasztoknak az ellentétjei lesznek, vagy ellentétjei lesznek, ugyanis ők abszolút nem helyhez kötöttek, az életüknek sokkal inkább van célja, van nekik egy hagyományuk, ezáltal vannak gyökereik, illetve hát vannak álmaik is. Nagyon érdekes, hogy a zsidó, mint szó, az egyfajta ilyen bűnként, szégyenként van többször is megemlítve, valami sötét titok, az a szó, ami nem hangozhat el, amit nem lehet kimondani. Ugye megtudjuk, hogy ennek nagyjából az is az oka, hogy 44-ben a falu komolyan megélte a nyilasoknak a tevékenykedését, volt egy zsidó család a faluban, akiket elvittek, és voltak különböző ellentétek ott a zsidóság és a parasztság között, tehát hogy vannak ennek ilyen történeti gyökerei. És ez a zsidó férfi egyébként Mózsiként becézett férfi, akinek az egész családját elhurcolták 44-ben, és csak őt ért vissza a táborból, a családja nem élte túl. Az is érdekes, hogy Mózsiként becézik ezt az embert. Korábban Mózes úrnak hívták, meg Mózes Józsefnek, de a 40-es években abszolút átvette a parasztság ezt a kicsit ilyen fasiszta narratívát. És miközben távol voltak Mózsiék, akközben elhurcolták az egész vagyonukat, tehát széthorták a házukat, boltjuk volt, azt is széthorták. És érdekes az is, hogy miután Mózsi egyedüliként visszatér a táborból, azután teljes mértékben megpróbálja leépíteni a zsidó identitását, tehát levetkőzni magáról. És egy ilyen korábban tisztelt személyből mindig a viccnek a tárgya lesz, mindig a mocskolódásnak a tárgyaként jelenik meg. És érdekes az is, hogy a közösségi emlékezetben, bár a 40-es években történtek ezek a dolgok, de nagyon erőteljesen tovább él a zsidók iránti ellenszenv, meg a zsidókkal való ilyen gunyoroskodás, viccelődés. Például volt egy ilyen történet, amikor Mózsiéknak a boltját már így kezdték széthordani, meg már erőteljesen benne voltunk abban az időszakban, akkor ugye nem fizettek semmiért sem, és akkor azzal viccelődtek, hogy elvittek valamit a Mózsiéktól, aztán elmentek vécére, és akkor erre mondták, hogy megyek, kifizetem a zsidót. És itt ugyanúgy a 60-as éveknek a végén járunk már, tehát már több mint 20 év eltelt, de a gyerekek még most is ezzel viccelődnek, néha mennek vécére, akkor azzal poénkodnak, hogy megyek és kifizetem a zsidót. És akkor hoztam erről is néhány leírást, a zsidót nem lehet látni, a zsidó csak egy szó, mindenütt ott van, mert mindig emlegetik, de láthatatlan. A zsidó a krumplilevél fonákján a sárga pete, csak meg kell fordítani, és ott van. Köröm között szokták összelapítani, mint a tetvet. A zsidó a gyermekláncfű sárga virága, mi kalakáncnak hívjuk, vagy csorbánkának. A zsidó a sárga csillag, amelyről beszélnek, de én sose láttam. A zsidók csinálták a háborút, meg a kommunizmust, ők csinálták Trianont is, meg a válságot, a nagy krakkot. Ezt kiabálták, mindent rájuk kentek, ahogy romlott a hadi helyzet,
és beszélték, hogy összeszedik és elviszik őket, nőket, gyerekeket, öregeket is Németországba munkára, egyre hangosabbak lettek a nagybátyáit, és ami még nagyon fontos itt a történet szempontjából, hogy az elbeszélőnek az apját mindig hírbe hozzák, tulajdonképpen rejtett módon mindenki tudja, hogy zsidó származású, mert ennek a Mózsi apjának az egyik törvénytelen gyereke, és az apának a nagybátyái pedig a legnagyobb nyilasok, és mindig ők szítják a tüzet. Az anya az tulajdonképpen egy bekerült, a bekerült szót mindig arra mondják, aki nem a faluban született, aki nem törcsükeres falusi, és ezért az anyát a közösség soha nem fogja elfogadni, viszont az anya érzi ezt, és egyáltalán nem is akar idomulni a közösséghez, meg ennek az egész közösségnek a gondolkodásához. Hatalmas ellentét van az anya és a parasztok között. Ugye mondtam, hogy az anya mindig negatív értelemben tünteti őket fel, míg a parasztok úgy vannak leírva, mintha egy ilyen mocskos, tényleg nem rendszerető emberek volnának, addig az anya szereti a tisztaságot, ugyanakkor szégyelli is azt a szegénységet, azt az állapotot, amiben a család él. Egy ilyen kettős természete van, egyrészt ellentmondás és dac jellemzi, tehát nagyon sokszor próbál fellázadni az állapotok iránt, másrészt viszont fásultság is közöny, tehát ezek az állapotok általában legyőzik őt, és akkor nagybértékben erőt vesz rajta a közöny. Sokszor hangoztatja az anya azt, hogy öngyilkos lesz, hát ezek nem komoly szándékok, ezek csak figyelemfelhívások. Ami itt érdekes, hogy a gyerekeknek ezt mindig végig kell hallgatniuk, és mindig próbálnak a gyerekek ébren maradni éjszaka, amikor az anyjuk azt mondja este, hogy öngyilkos lesz, próbálnak rá vigyázni, nehogy beleugorjanak útba, és a gyerekekben ez iszonyatosan nagy frusztráltságot okoz, tehát hogy nem elég az, hogy szegények, hogy nem esznek, hogy éheznek, hogy ilyen közegben kell fölnevelkedniük, még azzal is kell foglalkozniuk, hogy az anyjuknak ezeket a dolgait meghallgassák. Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert még az anya sem egy ilyen abszolút tiszta kategóriaként, mint tényleg a kedves anya van itt jelen előttünk, hanem neki is vannak ilyen dolgai, és ezáltal az ő karaktere is bemocskolódik egy kicsit. Viszont ami főként jellemzi, hogy ő akar elszabadulni innen a legjobban, tehát ő már a regénynek az első oldalain kimondja, hogy nem fogunk itt maradni, tehát hogy ő el akar menni innen, és ez a kivonulásnak, az exodusnak a motívuma, ez a bibliai motívum, ez iszonyatosan sokszor előfordul. Különböző történeteket mesél az anya a gyerekeinek, és itt nagyon sokszor utalás van az exodusra, Mózesre, Egyiptomra, tehát itt az anya karaktere szempontjából a kimondás nagyon lényeges. El fogunk innen menni, már nem sok idő is elmegyünk, Isten megszabadít bennünket, áldott legyen a neve, mondja, a tekintete a bizonytalan messzeségbe jár, bizonytalan a hangja is, nincs benne meggyőződés, mintha maga se hinni, amit mond, aztán megint beszélni kezd, de már sokkal halkabban suttog. Mit tudtok ti kérdi anyám szemrehányóan, a puja az acskóba szarjon és azt szopogassa, mondja. Tehát ezt azért hoztam, hogy az anyának is van nagyon sok ilyen megnyilvánulása. Ezért nem lehet egy ilyen tiszta anyai kategóriáról beszélnünk. Anyám nem szól, nézi a táncoló lángot, feláll és a gyertyák felé hajol, két kézzel maga felé hajtja a lángot, a szemét becsukja, az arcán könnyek. Amikor kinyitja és ránk néz, a gyertya lángja tükröződik benne, el fogunk innen menni, Isten kivezet, mondja, és itt is ez a kivezetődés gondolata jelenik meg. Na hát az apa, ő mint minden férfi bizonyos attribútumoknak a hordozója, általában a faluban a férfiakhoz a gyilkolást kapcsolják hozzá, nagyon sokszor mondja az elbeszélő, hogy a gyilkolás az a férfiak dolga, a férfi vágja el a csirkének a torkát, ő az, aki leöli az állatokat, és aztán a gyerek elbeszélő is idővel próbálja magára venni ezeket a feladatokat folyamatosan. Az apa állandóan részeg, szinte nincs olyan nap, amikor ne részegen találkoznánk vele. Egy ilyen nagyon ügyetlen és esetlen karakter, aki mindent elront, rádül a traktor, eltörik a keze, onnantól fogva nem tud dolgozni, tehát szinte minden hónapban más munkája van, nem igazán tűrik meg sehol, mindenki tudja, hogy milyen, ezért nem akarnak neki munkát adni, ezért egy ilyen nagyfokú tehetetlenség lesz rajta úrrá, és ugye megint csak visszamenekül az italba, tehát ez egy ilyen ördögi kör, ami bezárul és folyamatosan forgatja az apát. És az apa sokkal inkább helyhez kötöttebb, mint az anya. Ő
annak a gondolatát nem bírja kezdetben elviselni, hogy el kell majd innen menni. Van is egy ilyen utalás, hogy nem hagyja itt ő az őseinek a sírját, meg az anyját, az apját. Nagyon sokszor ilyen jelzőkkel illetik az apát. Ez a Sábez goly, ez azért van, mert a zsidó származását akarják ezzel pengelyére állítani, illetve kulákfattyúként emlegetik a kommunisták, ez pedig azért, mert több földjük is volt, mint amennyi éppen, hogy lehetett volna az előző rendszerben, és rajta maradt ez a név, illetve egy kommunista folyamat sokszor hívja úgy, hogy az antivilágnak a szószólója és az antivilágnak a felszítója, tehát nyilván ez a kommunizmus előtti világot takarja. Viszont a hit az valamelyest szerepet játszik az életében, nagyon sokszor beszél a gyerekeknek a hitről. Mint már említettem, hogy a zsidó származása nyílt titok, ezt tulajdonképpen már csak ő nem akarja elismerni. Ez az identitásának egy ilyen nagyon fontos sarokköve, hogy ő nem zsidó is, és ezt nem akarja belátni. Az is mutatja ezt, hogy a zsidó szót az csak részegen mondja ki, de akkor is suttogva, tehát még akkor sem meri hangosan kimondani. Viszont kiderül ugye itt számunkra is a regény vége felé, hogy az öreg Mózsinak és a Pop Marinak a gyereke, ugye Pop Mari az ő anyja. Mint már említettem, hogy az apa és a testvérei között nagyon nagy az ellentét. Ugye az apa zsidó származása is, illetve a testvéreknek a nyilas beállítottsága már egy ilyen óriási ellentétfaktor. És hát az lesz a sors ennek az apának, hogy amikor meghal az elbeszélő nagypapája, tehát az apja, akkor kitagadják a végrendeletből, a testvérei megtagadják, és akkor egy ilyen óriási válságba kerül, mindaz az identitás, amit eddig próbált ápolgatni, az hát összeomlik, és akkor ő is a kivonulás mellett magában leteszi a voksot, akkor már ő sem akar olyan mértékben ott maradni. Sose feledjétek, az ima mindennek az alapja, az ima tartja fenn a világot, nélküle se a dolgok, se az emberek nem maradhatnának fenn. Minden Isten kezében van, az Isten félelmet kivéve. Ezt véssétek az eszetekbe. Aztán apám indul az ólba, hogy kigonézze a teheneket, a tehén és a ló, az férfi munka. Itt is szépen látszódik, hogy lenne valamilyen magasztos dolog, és akkor egy ilyen dologgal így visszarántják a földre, aztán apám indul az ólba, hogy kigonézze a teheneket. A messiás várás az egy központi motívum, és akkor itt visszatérnék az alcímre, ami nagyon sokszor megjelenik a szövegben. Ez a messiás is nyilván egy metafora lesz. Én ilyeneket írtam, hogy a felszabadulásnak, a faluból való kitörésnek a metaforája, a történetlenségből való kiszakadás, az életnek az értelemmel való felruházása. Az emberek azt várják, hogy valami történjen velük. Nagyon, nagyon sokszor találkozhatunk ezzel, hogy mit csináltok, várjuk a messiást. Ez egy ilyen szájonforgó kijelentés a faluban. És mindenki elvárja azt, hogy megtörténjen vele valamilyen dolog. Viszont kérdés az, hogy ezért tudnak-e, vagy próbálnak-e valamit egyáltalán tenni. És úgy gondolom, hogy ez az élet, ami velük történik, ez csupán egyfajta ilyen vegetálás. Nagyon érdekes, amikor az elbeszélő a legfiatalabb testvéréről, aki egyébként 13 hónaposan meghal, jelenti ki, hogy azt hittük, hogy ő lesz a mi messiásunk, tehát akkor még ők is várták majd, hogy valamilyen külsődleges dolog fogja őket megszabadítani, és ezért nekik nem kell majd olyan sok mindent tenniük. És hát van egy ilyen messiás nevezetű alakunk is, ez tulajdonképpen egy ilyen cigány ember itt a faluban, aki nagyon sokszor nevetségtárgya, az alja munkákat végzi, ugyanakkor mindig megsajnálják, mások levetett ruháit hordja, ezt metaforikus módon értelmezhetjük úgy is, mintha a falu kivetülése lenne azáltal, hogy másoknak a ruháját magára veszi. A beszédhibás, tehát sohasem érthetik meg teljesen, hogy mit mond. Ugyanakkor ő lesz szinte az egyetlen karakter, aki soha a légynek nem akar ártani, és még hogyha kicsit ilyen bután is, és a bárgyúan a saját maga módján, akkor is egyetemes értékeket hordoz magában. A gyerekek agyában egyébként a messiás és a messiás az nagyon sokszor összemosódik. Hogyha azt mondják a felnőttek, hogy várjuk a messiást, akkor a gyerekek sokszor arra gondolnak, hogy a messiás fog majd jönni, és akkor beszélik, hogy biztos a rámpa felül jön majd, tehát hogy vannak benne a gyermeki elmében, még így összhangba kerül ez a kettő fogalom, és egyébként van is benne valami, tehát vannak olyan utalások a szövegben, amelyek
messiásnak a kicsit így a bibliai alakjára utalnak. Például messiásnak nincs foga, és mintha kora se volna, nem tudom eldönteni, hogy vajon már öreg vagy még fiatal, tehát hogy a kortalanság az például inkább egy ilyen biblikus vonalhoz tartozható karakter, hogy vajon az apámhoz vagy a nagyapámhoz van közelebb korban. Aztán de messiást egy kutya se ugatja meg a faluban, egyedül őt nem ugatják meg a mindig éhes és ezért mindig dühös kutyák. A tíkéket nem tejetem, mondja messiás. Nem szereti a csirkéket, mert bántják egymást. Messiás nem szereti, ha veszekednek, de mosolyogva elviseli a csúfolják. Csak mosolyog és nem szól semmit. Ha valakit bántanak, akkor elszomorodik, csendben eloldalog, odébb áll, visszamegy a cigány sorra. Az elbeszélő kisgyerekhez képest nagyon is érdeklődő, például a vallás iránt kifejezetten fogékony. Az első könyve az egy képes biblia, párhuzamba állítható az elvitt zsidó gyerekekkel, olyan módon, hogy majomnak és gogának szokták csúfolni, és a Mózsinak az elvitt gyerekeit is így hívták. Az identitás alakulása szempontjából kiemelhető, hogy a testvérének, aki nővére van, tehát lány, és a levetett ruháit hordja folyamatosan. Elfojtott indulatok jellemzik, állandó rettegés jellemzi, a gyerekek mindig csúfolják, bántják, és ezt kegyetlenkedésekbe torkollik nála, különböző kisállatokat pusztít el, de egyébként ez nem csak őt jellemzi, hanem az összes gyereket a faluban. Örökös éhség jellemzi, tehát a család az nem igazán szokott jól lakni, ez is dühöt szül, és említettem, hogy nagyon sokat csúfolják. Retteg a zsidó származásától, ezeket a gondolatokat átveszi az apától. Örökös gondterheltség jellemzi, ami ilyen korban azért nem szokványos. Nagyon sokszor megjelennek a prímszámok a könyvben, mondhatni, hogy szervezik is az egész szöveget. Itt a prímszámok kapcsán valamiféle magány, titokzatosság, bizonytalanság, ugyanakkor mégis legalább vannak, és ilyen szempontból a biztosság is megemlíthető. Nagyon sokszor keresi a megoldást az elbeszélő, hogy mi lehetne a megoldás az ő életének a problémáira. Az apa halála merül föl ilyen megoldási lehetőségként. Van olyan szöveghely, amikor azt mondja, hogy ha az apja nem élne, akkor biztos minden jobb lenne. Utána, amikor kicsit tovább folyik a szöveg, akkor az anya halála is megjelenik, hogy ha anyám meghalna, akkor sokkal oldottabb lenne minden. Aztán eljutunk odáig, hogy a saját halálnak a gondolata is bejön a képbe, hogy akkor oldódna meg minden, hogyha ő meghalna. És nagyon érdekes, hogy van a regényben egy olyan pont, amikor messiást leköpik, és ekkor jelenti ki elsőnek magában a gyerek, hogy ő is el fog menni innen, és ő is el akar menni innen is. A regénynek a zárásaként azzal találkozhatunk, hogy már elköltöztek a faluból, még nincs 18 éves az elbeszélő, de körülbelül szerintem 16-17, és megtalálja a régi háznak az alaprajzát, és elviszi bekereteztetni ezt az alaprajzot. Most itt nem kezdeném el ezt fejtegetni, mert nagyon messzire vinne, ezt mindenkire rábízom, hogyha majd elolvassa a regényt, hogy vajon mit jelenthet ez a vágy, hogy bekeretezzük ezt a régi alaprajzot. Hoztam még az elbeszélőtől is néhány idézetet, ülök az árokparton és emlékeket találok ki, nem tudok beszélni, mostanában nincs hangom, nem fáztam meg, csak nem tudok beszélni, fekszem az ágyban és nézem a falakat hetek óta, nem beszélek anyámmal, nem tudom, mi történt, nem érzek semmit, nézem a vizet és emlékeket találok ki. Apám mondta, hogy vannak olyan számok, amelyeket nem lehet osztani, nincs más osztójuk, csak egy meg önmaguk, azóta minden számot megpróbálok felbontani. Azokat a számokat szeretem, amelyeknek nincs osztójuk, olyanok, mint mi ebben a faluban kilógnak a többi közül, mint az 5, a 7, a 11, már ismerem őket 100-ig, vagyis 101-ig. Aztán most már csak néhány szót még a nagynéniről. Ő egy ilyen örök gyerek, ez az apának a testvére, kicsit így a misztikusság lengi körül, különböző varázslatokat próbál elkövetni, különböző varázsigéket mormol sokszor, azt beszélik, hogy hatlábújjal született, és hát igazából egy ilyen örök gyerek, aki a falut reprezentálja mindenképpen, és amikor elköltözik a család, akkor nem viszik magukkal, és aztán, amikor otthonba akarják fogni, már nem is fogadják be, de éppen azért nem is tudják, nem is fogadhatják be, mert hogy akkor magát a falut emelnék vissza Málin keresztül az életükbe.
Aztán az identitáskeresés és a történeti emlékezet, ez egy központi funkciót tölt be a regényben. Ezernyiféle származás történet lengedezik így a család körül. Van ugye egyrészt a zsidó származásnak a lehetősége, aztán az öreg Justi mama, ő azt mondja, hogy mi rutinok vagyunk, ez a szláv származásnak a lehetőségét takarja. Itt a Nádas Péternek a neve azért van egyébként zárójelben, mert a Nádas regényben, az egy családregény vége című regényben Justi mamának a karaktere, hogy szapogatja a keserű cukorkát, az nagyon erőteljesen hasonlít az ott megjelenő nagymamának a szerepéhez, vagy a karakteréhez. A Bobonka nagyapa, ő a román származást vezeti be, aztán a Bobonka nagypapa szintén egy ilyen nemesi származás lehetőségét is felvillantja, a nemes bobonkai. Justi mama, ő azt is mondja, hogy mi hucolok vagyunk, az már a szlávoknak megint egy másfajta ága, illetve a Máli pedig azt mondja, hogy mi parasztok vagyunk, tehát hogy lehet látni, hogy itt mennyire próbálkozik a családban kibontakozni valamiféle ilyen gyökérzet, tehát valamiféle ilyen származási ág, viszont annyira sokfajta ez, hogy végül is nem tud összeállni egy egészé, és nem konstruálódik meg egy egészé. Érdekes az is, hogy nincsenek nevek, anya van, apa van, parasztok vannak, különböző becenevek vannak. Ez is az identitás szempontjából lesz egy fontos dolog, mert az emberi identitás legfontosabb külsődleges ismertető jegyei mindig a név és az arc, és hogyha ezek nincsenek meg, akkor nehezebb dolgunk van. Fontos motívum, hogy mindenki keres valamit, Bobonka nagyapa a nemesi származást igazoló dokumentumot keresi, az anya mindig a jegygyűrűjét keresi, a falusiak mindig az elgondolt zsidó aranyat keresik, amikor múzsiékat elviszik. Különböző szervező elemek, nagyon sokszor előfordul ez a szerkezet, hogy megyünk és hallgatunk, az elbeszélő nagyon sokszor mondja, hogy mindig mennek valahová. A szájhagyomány és a szóbeliség, ami irányelv, illetve irányadó a faluban, különböző átverések, mindennaposak, az ösztönszerűség, a testiség és a szexualitás, azok nagyon fontos elemei itt a falusi életnek. Jó, és nem tudom, hogy mennyire van még időm, 2 perc, azt hiszem, tehát majdnem jó vagyok időben. Megjelenik a regénynek az egyik szöveg részében az a nagy K betűtől való félelem. Ezt egy ilyen érdekességként, nincsen abszolút válaszom erre, hogy mi lehet ez a K betű, és itt is kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol rá, vagy hogyha majd elolvassa a regényt, akkor mit gondol róla. Volt, ezt az elbeszélő mondja egyébként, voltak betűk, amelyek zavartak, ezért azokat a szavakat, amelyekben ilyen betűk voltak, nem akartam kiolvasni. Szerettem a kis K betűt, és szerettem az olyan szavakat, amelyekben előfordul, de a nagy K betűtől félek, a Z betűtől is, mert az a zsidót jelenti. Megrettenek, ha Z betűt látok, ilyenkor úgy teszek, mintha magamban olvasnék, vagy mintha nem tudnék olvasni. Most az a kérdés, hogy tulajdonképpen vajon mire utalhat ez a nagy K betű? Ugye mivel a kis K betűtől nem fél, és a nagy K-tól, igen, ezért nyilvánvalóan van, tehát hogy nem véletlenül írta ezt bele, nem véletlenül így pakolt össze a szöveget a szerző, tehát biztos van valamilyen jelentés ennek a K betűnek. És akkor én ezen a vonalon maradtam, hogyha már itt az Exodusról, meg a kivonulásról beszélünk, akkor lehetséges, hogy ez a nagy K betű, ez errefelé kacsingat. Nyilván el lehetne itt menni kicsit ilyen biblikusabb, de inkább én ennél a kivonulásnál maradnék, de ez nem abszolút válasz a részemről. És Borbély Szilárd egyébként nem csak egy kötetes szerző, egy iszonyatosan fontos szerző, úgy gondolom a magyar irodalomban, mivel nagyon friss még az ő műalkotásainak a listája, ezért nyilván majd az utókor is meg fogja ítélni, de én azt gondolom, hogy olyan jelentős szövegeket alkotott, amelyeket nem igazán lehet majd megkerülni a későbbiekben sem. Ami érdekes, hogy ő egyébként abszolút lírikus, tehát hogy ő verseket írt főként, és az egyetlen regénye ez a Nincstelenek szöveg, 2013-as, ugye 2014-ben hal meg Borbély Szilárd, tragikus
körülmények között, egyébként 63-ban született, pont 50 éves volt. 2014-ben még nem töltötte be az 51-et. Kiemeltem még néhány verses kötetét, amelyet érdemes lehet elolvasni. Ezek mind nehéz szövegek. Nagyon-nagyon-nagyon az életnek az árnyoldalait, meg a kicsit a sötét tónusait bemutató szövegek. Az egyik ilyen az 95-ös, mint minden alkalom, 99-es Ami helyett, 2003-as Berlin és Hamlet, óriási kötet, Halotti pompa 2004-es, ezt a szöveget a szüleinek az emlékére írta. Egyébként nem volt vele az élet kegyes, ugyanis 2000-ben a szülei rablógyilkosságnak az áldozatai lettek, az anyja meghalt, az apja pedig megnyomorodott egész életére. Szóval ez a Halotti pompa, ez az ő emléküknek tiszteleg, illetve óriási fontosságú szerintem a Testhez című kötet, ez a posztmodern lírának szerintem az egyik meghatározó alkotása. Jó, és igazából azzal zárnám ezt az előadást, hogy felolvasnék még egy félperces részletet a regényből. Ezt én egy ilyen kutya metaforaként neveztem el. És úgy gondolom, hogy ez a szövegrész a kutyán keresztül azt mutatja be, hogyan is törnek, hogyan idomulnak az emberek ebben a faluban a mindennapi élethez. Kutyának lenni nem jó, az biztos. Van egy fekete korcs kutyánk, cigánynak hívjuk. Minden kutyát cigánynak hívnak a faluban. Láncra kötve, hogy ne járkálja össze a kertet. A konyhakertet és a virágos kertet. Csak este engedjük szabadon. Anyám nem szereti, de kutya is kell a házhoz. A kutyák mindig éhesek, majd megőrülnek. Tépik a láncot, szabadulni szeretnének. Nekifutnak teljes erőből, de a lánc visszarántja őket. A nyakukon van a lánc megcsomózva. A rántástól az ugatásból hörgés lesz. Vannak, akik szeretik bosszantani őket, ezt élvezik. Odaállnak a kutya által kitaposott szakasz szélére, ahol már nincs fű. Ott biztonságban vannak, kisvesszővel ütik a kutya orrát. Van olyan kutya, amely sokáig bírja a tehetetlen dühöt. Rángatják a láncot, hörögnek és hánynak a fulladástól. Egyszer eljön minden kutyánál az a pillanat, amikor összeomlik. Későn fogja fel, hogy egy millimétert sem tud előrébb menni. A kínzója hiába van ott az orra előtt, mégis elérhetetlen. A kisvesszővel a kutya orra hegyére mért pici ütések egyszer csak összegződnek. Hiába a vicsorgás, hiába a düh, hiába az erő. Egyszer csak a legbátrabb kutya is elszalad és el akar bújni. Menedéket keres. Vinyogva lapul be az oldalára állított almásládába, amely a háza beledobott rongydarabbal. Vagy keres valami farakást és megpróbál behúzódni alá. Vinyogva dugja be a fejét valahová. A kihevült test reszket, mint a kocsonya. Ha nincs más, akkor a mancsai közé dugja be a fejét, mert összeomlott. Már többé soha nem lesz szabad, már hiába engedik el, csak félelmében ugat, de retteg, ettől félek. Ezért képzelem el, hogy szabad vagyok és repülök, mint a gólya vagy a fecske. És ezzel zárnám akkor az előadásomat. Remélem, hogy sikerült valamelyest azok számára, akik még nem olvasták, felkelteni az érdeklődést, illetve azok számára, akik olvasták, pedig remélem, hogy tudtam valamilyen új információval szolgálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy meghallgattatok, és egyébként így játékon kívül, hogyha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolok rá. És köszönöm még egyszer a lehetőséget.